Az érett málna szemeket mutatja Csizmadia György, az egyik helyi kertészet tulajdonosa. Azt mondta, ő jelenleg 8 féle málna fajtával dolgozik, amelyeket Olaszországból hozott tesztelésre. Ennek oka, hogy az elmúlt 10-15 évben megváltoztak a magyarországi klimatikus viszonyok. Az, hogy az éghajlatunk változik, az nem hiszi el, aki nem akarja. És nyilván ez a mi esetünkben most azt jelentik a Kárpát-medencében, hogy egyre melegebbek a nyarak, egyre melegebbek a telek, és vannak olyan növények, a málna tipikusan ezek közé tartozik, amik azon fajták, azon növények, amik Magyarországon lettek előállítva az elmúlt 50-100 évben, ezek már nem érzik jól magukat. Sok cikken meg a sajtóban a málna termesztés végről és haláláról, hát nyilván az ember jön megy a világba, és azért látja, hogy nálunk délebbi országokban is termesztik a málnát, és az ember elkezd érdeklődni és gondolkodni, és felfedezi azt, hogy vannak olyan típusú és olyan fajtája málnák, más életmódot követve és egy kicsit más ízvilággal rendelkez, ugyan, de azért mégiscsak málna. Ezeket néztem én meg Olaszországban, és hoztam be 7-8 fajtát kipróbálásra. Csizmadia György szerint az Olaszországból hozott málna fajták ízvilágban egy kicsit eltérnek a hagyományos magyar málnától. Kiváló termőképességekkel rendelkezik. Ami a különbség, hogy ezek úgynevezett kétszertermő vagy sarjontermő málnák, tehát tavasszal visszavágik a növényt, hoz egy vesszőt. A hagyományos málna csak a következő évben terem, ezek a fajták már az idejében is teremnek, lehet látni a növényeken. Nagyon-nagyon sok termőképességük van, folyamatosan érnek, és ilyenkor kezdődik az érés időszak, és ez eltart fagyokig. Valóban ízvilágukban egy kicsit savasabbak, tehát egy kicsit savanykásabbak, de nagyon kiváló málaromával rendelkeznek. Hogy ez nagyüzemi termesztésbe érdekes lesz-e, ez egy nagyon jó kérdés, mert azért itt 1,5-2 kiló a teljesítménye a szedésnek óránként, és ha most csak 1200 forintot veszek, meg 2 kilós nagyon jó teljesítmény, akkor is 600 forintért szedtem le 1 kiló málnát. Tehát nem biztos, hogy az 1000 forintos nagy kerál mellett nagyon rendelmes a termesztése. De mint termesztés és mint jövőkép, akár a házi kertben elültetve 4-5-6 tövet, ezek a növények kiszolgálhatnak egy egész hosszú időszakot. A júliusban érő málna sokféleképpen hasznosítható, azon túl, hogy egy-egy túra során üdítő csemegének számítanak, ízletes lekvár vagy szörp készíthető belőlük, de hosszabb távon akár fagyasztva is tartósíthatók.